Sziasztok, Gage vagyok, és mint látjátok, ez egy Minecraft, így Windows 10 vételje. Jobban mondva, arról szól az egész, hogy ugye Minecraftnak van egy Windows 10-es verzió, és ezt szeretném nektek megmutatni. Úgyhogy igazából csapjunk is bele. És azt mondjuk, hogy csináljunk egy új ördöt. Survival, difficulty, hát legyen easy mondjuk. Cheat, alvány, ez egy seed, word type, infinite, jó. Jó. Word name, hát az legyen mondjuk stílusosan. Scorpius, word, így. Create. Hogy hallom, jön a kisasszony. Ó, azt hamar legenerálta. És éjszaka indulunk? Az gyönyörű. Úgyhogy hát legalábbis sötétben. Mert valahonnan zombi hangokat hallok, mert mindegy, kezdjünk el feltvágni. Az az alapja minden Minecraftnak. Hopp, azt nem akartam kiszedni, inkább ezt így. Volt még egy fadarab valahol. Mindegy. Szóval, miért kezdtem én el ezt az egészet? Én anno 2014-ben megvettem a Minecraftot, és játszottam is vele. De... Igen. De úgy... Ugye annyira nem kötött le. Az alap Minecraft nem érdekelt. A módolást meg túl bonyolultnak éreztem. Miben különbözik ez a Windows 10 Edition? Zajék, ha ne kapcsolt ki a gépet? Köszönöm. Hallod? Zajék! Nyomkodja a gép elejét. Tök jó lenne, ha megnyomná a rezetet. Azt nyomkodhatod nyugodtan. Szóval ez a Windows 10 Edition abban különbözik, hogy mint a neve is mutatja, Windows 10 alól megy, azon belül is 64 bites alól, és az előnye, hogy nem kell hozzá az a szájbat a kártyába, amit én egyébként gyűlölök, és én nem muszáj akkor, hogy föl se telepítem a gépre. És viszont cserébe ez a Windows 10 Edition ez olyan, hogy nem működnek fel a régi addonok. Ehhez minden fizetős, tehát még a skin pakok is fizetősek. Jó, inventory. Hogy volt ez? Nem. Resume game, oké. Egyébként az A1-ben egy Overmedia teszt is, mert ugye emlékeztek, volt problémám az Overmedia kártyával, hogy állandóan kiakadt. Nem inventory. Ohó, mi volt a gomb? Egyes, jó. F1 ez a GUI volt. Jó, hát akkor nyomkodjuk végig. Q-val eldobja. Ez az. Open your inventory. És ez izé. Király. Ja, nem. Úgy, azt kivesszük, igen, és akkor abból lehet crafting table-t csinálni. Hát csak nem ugyanaz az irányítás, mint az eredeti Minecraftnak. Úgy, crafting table, király. Ezt hajassa raktuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6-osra? 6-osra, úgy, ezt oda lecsapjuk. Ezt ne fölvesszük. Az nem az volt. Bénázok itt. Mivel nyílt ki az inventory? Elvel dobtuk el, az oké. Okay. Q-val? Ja, elvel.
Elve nyílik meg az inventory. Oké. Na, offroadot fogjuk meg. Nem nyert. Mi a fasz van? Új. Na, ugye a plankek kellenek ahhoz, hogy valamit tudjunk csinálni. És azt hiszem a crafting table kell már ahhoz, hogy úgy tudjunk például sticket csinálni. Ja. Pakold már! Stickeket kivesszük. Úgy. Egy-egy elég. Igen, jó lenne, ez az nem kell. Add ide. Na, ezzel már tudunk fát vágni. A maradék két sticket összerakjuk. Úgy. És akkor, ha jól emlékszem, a csákány meg így volt. Most ezt egyesével pakoljuk oda. Nem az a kapó, az a csákány. Igen. Ezek kellenek. Ásó vajon kell-e? Na, majd mindjárt kiderítjük. Anyád. Nem egészen megy meg nekem ez az irányítás, úgy látom. Csak azért is, mert szerintem más az irányítása. Mint a... Úgy, ásó is van. Ásó kap a nagy harang. Oké. Na, ezzel gyorsabban... Hopp, ott a kaja. Ja, hogy ez a gyors mozgás, értem. A saplingeket majd elültetjük, ha van idő. Hol tartunk napügyileg? Most felfelé jön még, vagy lefelé megy? Mindegy, elvileg 12 perc. Na, azt ott, hogy sikerült neki legenerálni. Na, mindegy. Szóval kül még fa. Egy valamennyire gondoskodni kéne a izékről. Na, a kajánkról. Igazából én nem tervezek ebből sorozatot, csak meg akarom mutatni, hogy a Windows 10 Edition hogy néz ki. Ugye elméletileg most 1080p-ben van full screenen, de egyébként azért az XSplit Gamecasterrel veszem föl, mert a Nvidia Share az úgy meg sem mozdul rá. Tehát így azt mondja, hogy ilyen játék nincs, vagy nem tudom. De nem igazán akarja az igazat. Úgyhogy maradt a Gamecaster, a Gamecaster-en meg az Avermedia kártya volt beállítva felvételnek 720p 60fps-re, amivel a problémái voltak, meg az 1080p 30-al is. Mondjuk nem ilyen stílusú játékokkal, főleg olyan játékokkal akadt ki, ahol overlay volt. Na de... Jó fánk az van. Nagyon messze nem akarok menni a helyzettől. Hát jó, kő. Szén kellene inkább világítani. Bár mondjuk kő is kell a sütőhöz. Lassan majd láda is fog kelleni. A Minecraft-val a kezdet az mindig nehéz. Szóval tudom, hogy szoktam szidni a Minecraftot. De ebből tényleg nem lesz sorozat. Vagy hát igazából a nézettségtől függ, ha már a Rise of the Tomb Raider-t nem nézitek. A tegnapi részt is megnéztétek ketten. Tehát így nem igazán látom értelmét. Bár mondjuk azt hiszem most már december, majdnem karácsonyig be van ütemezve. Úgyhogy meglátjuk, hogy milyen lesz a nézettség, és annak függvényébe fogom folytatni. De ha ennyit már felvettem, akkor azt már kirakom. Ennyi. Na, hol van nekünk a lapunk? Ott van. Egyébként valamivel jobban néz ki, mint az alap Minecraft, legalábbis szerintem. De attól függetlenül nekem ez a grafika még mindig nem jön be. Azt mondja, hogy úgy. Vedd csak fel. Úgy. Ott a sütő. Király. Sütőt oda kipakoljuk. Az nem kell a Daisy. Jó, az a négyes gombom van.
lecsapjuk oda a sütőt. Itt nem van szél lenne. Ajaj, lejjebb nem akarok menni, jól van. Kell szenet csinálni, mert úgy látom, azt nem sikerült bányászni az előbb. Oly, rajjál meg. Úgy, tört kell a francnak. Majd estére úgyis beásom magam oda valahol a hegyovadalba. Nézem, lehet is kezdeni. Az az igazság, hogy ezeket nem is ide kellett volna tenni. Jönnek közben az achievementek is. Ezeket szépen fölcsapjuk, úgy. Szia, Zoéka! Úgy. Ezt megesszük. Nem esszük meg. Ezt viszont le kéne csapni. Úgy, meg is van belőle a kaja. Lalala, 8-as. Mit nyomkodsz, kisasszony? Ne, ez így hangos lesz. Úgy, köszönöm. Ja, be kéne esni magam. Túlélendő az első éjszakát. Ó, és itt lesz szén is, király. Na, amíg látunk, szedjük ki azt a szemet. Jó. Akkor kicsit világítsunk. Úgy. Meg rakjuk bele a csirkét. Az úgy világítani fog. És akkor falazzuk vissza magunkat. Úgy. Jaj. Nem így, így. Úgyni, világos van, nem fognak jönni a csúnya szörnybácsik. Ne rángozz le a fejemről, légy szíves, kisasszony. Köszönöm. Úgy, lesz mindjárt kaja is, bár ahogy nézem, nem nagyon fáradtunk még el. Úgy. Majd csinálok mindjárt fákját. Akkor az tovább fog világítani, mint a sütő. A sütő csak addig világít, amíg süt benne a cucc. A sül benne a cucc, na. De legalább nem fog eseménytelenül telni az éjszaka. Mert tudok magamnak csinálni ízét. Vagyis hát tudok bányászni, na. Be kéne rakni a crafting table-t is. Azt mondja ezt, így ittjuk le. Jó. Úgy. Ohó, sötét lett. Az a szerencsére nem itt benn van, ugye még nincs ágyunk, addig ez ilyen. Szídet elrakjuk, crafting table-t ide rakjuk, jó. Kettes. Úgy, király. Úgy. Kell kettő stick, meg kell két kól, úgy. Kivesszük szépen a tolcsot, mondom, kivesszük a tolcsot, hogy rohadjál meg. Úgy. Jó, meg kell szokni ezt a újfajta irányítást. Úgy, oda kell egy, oda is kell egy. Úgy egész világos van. Úgy én ezt a szenet innen ki szeretném szedni. Ezt így ide rakjuk, jó. El fog törni a csákány. Úgy. Csak hogy legyen helyem. Úgyni.
úgy. Majd aztán később csinálok ajtót, meg ilyenek, csak az első részeket éljük túl. Szén az ugye sosem még. Remélem nem furok bele valami ravinba vagy ilyesmibe. Úgy. Jó van, csak azt törtem. Idézőjelesen. Kell csinálni, jó. Maga a sima fa nem kell. Úgy, van plank bőven. Jó, rak be oda. Sticket fölveszik, úgy. Vedd már föl, ne idegesíts. Jaj, de nem így akartam. Úgy. Jó, akkor már egy helyre. Egy. Csak nem ezt akarok csinálni. Hanem ezt. Úgy. Szenet rakjuk egy helyre. Úgy. Ebből is lehetne valám azért csinálni. Ugye nem fog összeizelni, mert mindegy. Úgy, csináljunk két chestet. Az azért jó, ha van két chestünk. Ó, mi ott is van fa, király. Azért jó, ha van kettő chestünk. Mert azt így lecsapjuk egymás mellé, és van egy nagy chestünk. És akkor az ilyen fasságokat, például a nyers fa, meg a seed, meg a bird sapling, meg a poppy, meg az anyám kínja, azokat oda ki lehet dobálni. Megint nyers fa, föld. Úgy. Na, hol tartottam? 8-as? Nem. 7-es. Mondjuk miért fát csináltam, azt nem tudom, amikor már van izém. Van kövem. Ami lehet, akkor csinálok helyett a másikat. Na hát úgy néz ki, ezen jó volt. Kajám még mindig nem nagyon fogyott, úgyhogy tényleg ízim van. Vannak itt jó páran, ahogy hallom. Fény jó van. Na, nem fog a nyakamba kopolni semmi. Hát ha van még itten. Szén. De szerintem nem lesz. A jó élet mennyi kő. Hát jó. Na így egész jól állunk. Hogy volt az ajtó? Add ide. Szerintem így nyert. És egyébként mindjárt csinált három ajtót, értem. És hogy volt a pressure plate? Bár az egyelőre hülyeség. Még rohadtul éjszaka van kint, jól van. Úgyis jó. Úgyis be van tömve végül is. De így a legjobb. Ajtót megcsináltam. Sütőből kivesszük a sőcsirkét. Úgy. Az majd jó lesz, ha sokat dolgozunk.
Van még ebben valami, nem. Akkor a hetes a izé. Igen. Ezeket felszedjük. Túl gyorsan tákoltam, úgy. Úgy. És akkor most le lehet őket rakni a földre. Egy tűzvédelmi szempontból nem tudom mennyire jó, hogy egymás mellé rakom. Úgy. Az úgy oda lemegy. Oké, és akkor majd itt lesz egy ajtó vagy valami. Jó, hát menjünk tovább. Csak én mini lyukat vágok, és akkor két oldalt látom, hogy mi van. Aha, shoulder, jó, arra nem megyünk tovább. Kérdés, hogy van lyuk felettem? Nincs, jó, erre sok a shoulder, erre kéne tovább menni. Szerintem előbb-utóbb valahol víz lesz. Nem nagyon találunk szenet, az a bajom. Úgy. És vagyunk, hogy mindjárt valahol kiukadunk izébe. Jó, akkor csinálunk egyet kőből. Mert ez így most tré volt. Hol vannak? Ah, mondjuk itt van plank. Úgy. Úgy. Kulasztom van egy kevés. Anyád. Nem így akartam. Mi volt? Diorite. Aha. Úgy. Az ott szarokat megkiszedjük. Úgy. Gravel. Az nem tudom minek kell, de mindegy. Ezzel már jobbak leszünk. Ah, ez totál rossz irány, itt is gravel van. Elvileg. Mi nem? Nem. Kaptam egy achievementet, tehát csináltam egy normális pickaxe-et. Aha. Jó hangzik. Már világos fontos irány. Akkor hogy kéne megoldani a bejáratot? Szerintem majd körbe rakom mindjárt kővel. Legyen értelme az ajtónak. Hogy alapjáraton ugye a creeper itt berobban. Akkor lófasz nem ér az ajtó. Jó. Anyád. Zúzott kőből van, nem lesz másik zúzott kő, úgyhogy... Szedd már le! Úgy. Ahogy akartam én ezt. Igen. Csak azért, hogyha valami creeper vagy ilyesmi ide téved, mindegy, földet viszonylag egyszerű kiszedni. Akkor ha robbant, akkor nem menjen minden a levesbe.
akkor majd bentről leszedjük. Na nézzük, hogy néz ki ez az egész. Ez jó, az nem kell. Ó, baszki. De elszoktam a Minecraftos irányítástól. Úgy. Szóval oda kell az ajtó. Oda meg majd kell egy lépcső. Oda meg nem állt még kő. Tudom, hogy a cobblestone-on valami erős, de a semminél jobb. Hülye. Ütni akartam. Igen, szóval én ezt akartam itt kiütni. És ezt akarom még megerősíteni. Meg kívülről, hogy hogy nézünk ki. Esetleg van valami köcsög creeper, akkor az már ott nem fog problémát okozni. Azt ott mondjuk földel vissza lehet pakolni. Hol az inventórium? Itten kell az ajtó. Rakjuk a szénnek a helyére, az most úgy sem kell. Oda kell egy lépcső. Ezt itt lehet csinálni, mégpedig cobblestone-ból, ha jól emlékszem. Anyád. Igen. Jól emlékeztem a lépcsőre. Nem hagyja benne. Az érdekes. Szóval, el mint inventory. Lépcső kirak az ajtó helyére. Azt meg eldobta a hülyéjé. Úgy. Oda is csapjál egy lépcsőt. Úgy. És most miért nem tudok kimenni? Ott a lépcső. La 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 la, Minecraft logika. Ide kell a lépcső. És anyádért nem rakod le. Jó, így szar. Na azért. Úgy, van lépcsőnk is. Azt az egyikat ott betömjük. Úgy, akkor még kettes. Csak hogy hozzataláljunk. Úgy nibár mondjuk már elég elemenőben van megint a nap, ahogy nézem. Igen csak. Na mindegy, valami lakásszerűségünk van. Itt meg lesz valami íze, lyuk, mert itt rengetegen vannak. Erre nem megyünk tovább. Tudjátok mit? Szarok a fal, mert a bazd meg. Shoulder úgyse kell. Ja nem, az diorite. Az valószínűleg kell. Úgy. Nyugi lesz. Itt van elég fény. És őt lehetjük azt is a picsába. Jó, ezt a részt itt elfelejtjük. És akkor elindulunk erre. Azonban annyira nem aggódom a kaja miatt, mert egyáltalán nem fogy a kajám. Most az lehet azért, mert Windows 10 beta.
Lehet azért, mert ízén van, de... Emlékszem már, hogy ezt hogy kellett szakszerűen. Merre kellett elindulni lefelé. Nem mindjárt sikerült valamiből belefúrni. Rohadjon meg. Ráadásul itt valami ugrál is a vízbe. Az mondjuk nem baj, ha van víz, csak jelenleg nem kell. És vagyunk ki, már megint éjszaka van. Csak megy le a nap, nagyszerű. Jó, hát itt már semmit nem fogok tudni összeszedni. Kardom sincs, hogy levágjam a izét. Max a csirkét tudom lecsapni. Gyorsban, meg utána a malacot. Ez kis bárány, ezt nem röfit csapjuk, anya. Jó. Hús meg az XP meg volt. Takarodjunk visszafelé, mielőtt jön a Creeper meg társai. Úgy. Nézzük meg, hogy itt lenn mi is van. Hogy el a izem. Levegőm. Jó, hát elvileg kivilágítva ki van. Ez is jól sikerült. És a nap feljött. Jó, hát igazából szerintem erről a Windows 10-es vagy Minecraft Windows 10 Edition beta cuccról ennyit. Nem érzem úgy, hogy túl sok mindenben különbözne játékmechanika ügyileg az alap Minecraft-tól. A főmenüt lehet, hogy megmutatom. Save and quit. Jó. Itt vannak az achievementek. Getting upgrade meg volt, hot topic meg volt, titling, benchmarking, taking tori. Getting mod. Ahaj, mindenféle. Ahaj, ilyen hülyeségek. More tools, hát ott végül is ott már csak a izét kell megcsinálni. A, ugye a more tools-hoz a more tools-t még a kapa kell, és akkor az az acsi megvan. De igazából ezt akartam megmutatni, hogy például már a kinézet változtatásához is ugye már ezek kellenek. És már ezek is fizetős DLC-k hozzá. Igazából alapjáraton vannak ezek a néletek. Így nézetek, na. Na, ez. És akkor mit akart? Ja, hát, és igen, akkor az tor. És akkor ilyen Cartoon Texture Pack. Pocket Edition, Pocket Edition. Minecraft Realms, Two Players, Ten Players. Cartoon Textures. Ne, nincs Real Textures, Fantasy Textures. Ezek ellen. Ja, hogy nem tud a store-hoz kapcsolódni. Hát értem. De ugye ez mind pénzbe került, tehát ezek ilyen... Jó, nem nagy összeg.
Nem tudom, miért nem tudsz csatlakozni a storehoz, amikor ott meg ott van a store handle-om. Mondjuk ez így aranyos, hogy ez így működik. De ez mi? Ugye a settings-je is tök máshogy néz ki, mint az eredeti Minecraft-nak. Mi érdekes, hogy a videónál csak full screen-et lehet állítani. És nagyjából Advanced Video Settings-nél Field of View-t lehet állítani, Render Distance, Anti-Aliasing-et, meg ilyeneket. Limit Word Size, az hülyeség szerintem Minecraft nem arról szól. Ugye itt a, hát a touch, ugye a keyboard kiosztás, drop item, hotbar slot, controller. Hát ugye ez az Xbox 360-os kontrollerhez van, maradjunk annyiban. A touch, hát az meg ugye... Jó. Még azt mondom, profilnál mi van, change gamer tag, nudge account. A jó old gauging-ét, azon nincsen semmi baj. Ja, és ugye itt lehet cartoon, connect to the store. Tehát ugye ez mind fizetős hozzá. Ez az, ami annyira nem volt jó, meg ugye a használható nyelvek. Na mindegy, ez csak egy ilyen belenézés volt a Minecraft Windows 10 Edition bétájába. Köszöntöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor like, comment, share, sub, stb. Ha pedig nem tetszett, akkor írd le nyugodtan, hogy mi nem tetszett. Mondom, szerintem én ebből nem fogok sorozatot csinálni. Tehát itt nem fogok nekiállni farmerkodni, meg halászni, meg házat építeni, meg ilyenek. Csak meg akartam mutatni, hogy hogy néz ki a Windows 10 Edition-je a Minecraftnak. Na, köszöntöm szépen még egyszer a figyelmet, szavaztok! Azt mondja Alt... Nem, Ctrl-tab. Vasziasztok!